A 2014-2015-ös tanévben hirdette meg először a Baleset Megelőzési Bizottság a Sulimoped programot, amelynek során az ORFK, Országos Baleset Megelőzési Bizottság állja a szülők helyett a gyermek jogosítványának költségét segédmotoros kerékpárra. Mind a képzés, mind a vizsgadíját. Korábban 50 diáknak tudták biztosítani ezt a lehetőséget, a költségek megemelkedésével azonban ez lecsökkent 30 főre. Nagyon népszerű ez a program. Nagyon nagy a túljelentkezés, ezért szeretnénk valamiféle kiválasztási módot találni. Sajnos a költségkeretünk az adott, és ebből adott számú gyermeket tudunk képezni. Most nyilván az a célunk, hogy minél több gyerek kerüljön képzésre, minél több gyerek szerezzen vezetői engedélyt segédmotorkerékpárra, és hát nyilvánvalóan az is a cél, hogy a kiválasztás során azokat a személyeket találjuk meg, akik motiváltak, akik elkötelezettek erre a programra. Tehát nem fog előfordulni mondjuk az, hogy egy matek egyesnél az fogja mondani a szülő, hogy most nem mehetsz motorozni, hiszen ezzel mástól vette el a helyet a gyerek. Vagy ugyanígy az összevonásokon, vagy konzultációkon nem lesz fontosabb a szolfézs, vagy foci, vagy bármilyen más dolog, hanem azt a 3-4 alkalmat a gyerek azt menni fog, tanulni fog, és magának érzi ezt a programot, hiszen ezzel csak előrébb jut. A képzés e-learning tananyag segítségével történik, de a diákoknak 4x3 óra a rendelkezésükre áll, hogy személyesen kérdezzenek és konzultáljanak az oktatóval. A tapasztalatok szerint az így megszerzett tudást később is tudják kamatoztatni. Oktatótól van visszajelzésünk, hogy nagyon sok sulimoped kategóriás gyereket viszont lát B kategóriás vezetőengedély megszerzésénél, és nyilván akkor már tudja, hogy jó alapokon van ez a tudás, valamikor ő tanította, és hát a saját tudását kéri újra számon a gyereken, nyilván kibővítve, de nagyon pozitív visszajelzések vannak, hiszen sokkal könnyebb megszerezni egy B-kategóriás vezetőengedélyt, hogyha már majdnem, hogy teljes egészében néhány kiegészítéssel kell csak kiegészíteni a moped képzést, illetőleg az EU kategóriá, az EU vizsgájuk az már megvan, hiszen ugyanazt használják a B-kategóriánál, azt már még egyszer nem kell elvégezni. Az a diák jelentkezhet a képzésre, aki 2023. június 1-én a 14. életévét igen, de a 16-at még nem tölti be. Tud kerékpározni, valamint alapvető közlekedési ismeretekkel rendelkezik. Vállalja a képzésen és a vizsgán való részvételt, amelynek helyszíne Nyíregyháza. Jelentkezni 2023. január 30-áig lehet a balesetmegelőzés@szabolcs.polisz.hu e-mail címen. A jelentkezést személyes kiválasztás követi, amelynek időpontja 2023. február 4-e 10 óra, helyszíne pedig Nyíregyháza, Szarvas utca 48 szám.